Kerepes megyében járunk, nincs elég kerítés, úgyhogy be tudnak jönni a migránsok. Össze-vissza 4 csapot telepítettünk, azt laknak itt már annyian, hogy hihetetlen. Kelleni fog nekünk valami EU-s támogatás. Van egy kis faanyagunk, amire az EU ad pénzt, tudod. Hála Istennek megszereztem ezt a telket itt, és az EU meg így ad nekünk pénzt lombkorona sétányra. Szavazóink azok látnak, hogy bölcsen használtuk fel, és spórolósan. Nagyon jó lesz itt nekik, mert bár igaz, hogy nem nagyon van ennivalójuk, de lesz egy lombkorona sétányuk. Hát, ha odafér, nagyon szurkolunk neki, egy kis csálé. Hát az a helyzet, hogy akárhogy próbálom, nem lehet ilyen szépre megcsinálni ezt a lombkorona sétányt. Mert itt vannak az útba a fák. Nyerünk is vissza egy kis faanyagot azzal, hogy fogjuk és akkor úgy kivágjuk az összes fát. Nagyon fogjuk látni tőle a gyönyörű lombkorona sétányunkat, úgyhogy egyenként agyrém, hogy ennyi gazd, itt nem fog látszódni tőle a lombkorona sétány. Opp, itt még van egy fa. De lassan el fogunk már férni, hogy legyen lombkorona sétány. Mennyivel szebb így, hogy nincs ott az a sok gaz körülötte, lombkorona sétány, amit így konkrétan ugye a lombkoronák feldarabolásával nyert OSB lapokból építettünk, és innen messziről is jól látható ez az egész lombkorona feeling. Kapáljátok itt a levegőt. Lombkorona sétány, tetszik? Out here, you gotta take things one day at a time. Szerintem nagyon jó. Így teljesen a kilátás is, láthatjuk itt az egész falut, mind a 3 házikót, asszisztensem. A következő adásban majd lakhatást fogunk biztosítani nekik, végülis szerintem fából tudunk építeni, ha nagyon kell.